Elkezdjük a ma délutáni második szekciót. Az előadókat tisztelettel kérném, hogy a programon szereplő időtartamot tartsák be, hogy mindenre maradjon idő. Első előadónk Kovács Árpád, azt hiszem, hogy mindjárt ismerjük őt, nem kell őt bemutatnunk, hogy milyen széles területen tevékenykedett, és általában mindig, akármilyen fórumon hallgattam az előadását, mindig valami újat mondott, biztos vagyok, hogy ez most is így lesz. Tisztelettel kérlek, hogy előadásod, mint a Költségvetési Tanács elnöke, nyilván ehhez kötődően tarts meg. Kedves barátaim, kedves kollégák! Előadásnak az a címe, ami hát egy fantázia cím, hogy a magyar és az utódállam a gazdaságának helyzete Trianon után 100 évvel. Itt rögtön azt kell hozzátenni, hogy ahhoz, hogy azért erről a helyzetről beszéljek, ahhoz az induló pozíciókat is legalább föl kell villantani. És azt is el kell mondanom, hogy tulajdonképpen ezek az utódállamok most egy sajátos Európai Uniós szövetségnek a részeseivé válnak, amit az Európai Uniónak a motorjának is tekintenek sokan. Ez a bizonyos visegrádi együttműködés, amihoz nem csak a visegrádi országokat lehet kapcsolni, hanem újabban Szlovéniát és részben Szerbiát és Horvátországot is. Tehát azt lehet tekinteni, hogy egy más kontextus ennek a világnak, és hát amikor arról beszélnek, hogy Trianon 100 év magány, és utána ennek a magánynak a vége van politikai értelemben, akkor gazdasági értelemben is érdemes megnézni, hogy ez tulajdonképpen hogy áll. És nagyon érdekes, és nagyon sok tekintetben biztató talán a múltat némileg felettető törekvéseket is lehet látni ebben a térségben. Ezt a térképet többször vetítették ma, és hát látható, hogy itt a gazdasági forrásoknak is a jelentős része, ez tulajdonképpen más országokba került, és hát az is látható, hogy miközben erőteljesen etnikai alapúnak volt titulálva ez a változás és a határok meghúzása, ez gazdaság értelemben egy sokkal erőteljesebb bénítást jelentett. Hát azt lehetett mondani, hogy hogy álltunk a Kárpát-medencében az első világháború előtt. Az országainknak a gazdasági növekedése az a nyugati országokéhoz hasonló volt. Ez egy nagyon lényeges Magyarország a Romsics Ignác által sokszor idézett könyvben és adatok szerint. Akkor volt tulajdonképpen a legközelebb az osztrák átlag teljesítményhez és átlag növekedéshöz. Néves önnövekedés 2,4-3,2%-os volt. A GDP alapján a nyugati országoknak a 40-50%-án volt. Nagy különbségek voltak területi értelemben, nagyobb városok, Budapest fejlődése, stb. És hát az is látható, hogy Ausztria és Olaszországnak a 70-80%-án álltunk, legalábbis a rendelkezésre álló, nem mindenben pontos statisztikai adatok szerint. Talán megengedhető magamnak az a megjegyzés, hogy ezek az adatok azért különböző szemüvegeken át voltak nézve, és a üléspont azért elég gyakran meghatározza az álláspontokat is. Na most a két világháború között nem érdemes számháborút indítani, hogy most éppen 60-70 vagy milyen százalék volt. A két világháború között átrendeződött a helyzet, leglassabban fejlődő országok közé tartoztunk, átlagosan évi 1,5%-kal bővült a GDP, az elmaradottság fokozódott, és a nyugati országoknak a 25-30%-os szintjén álltunk, a nyugati országok alatt a mostani Európai Uniónak, a magországainak a világát értem. Ez a körülöttünk lévő államok adottságai részint a magyar területektől elkerült ipari potenciálnak és nyersanyag potenciálnak
köszönhetően nagyon erőteljesen fejlődött. Tehát ezek az országokban nagy változások zajlottak le, és hát volt néhány olyan államalakulat, mint például Csehszlovákia, ami hadipari kapacitását és ipari kapacitást tekintetben egy óriás sárnát nőtte ki magát, gondoljanak a Skodára, többi repülőgépgyártó üzemekre és azokra a kapacitásokra, és hát ennek a békeszerződéseknek volt még egy sajátos következménye, a háborúnak a nyertese volt Lengyelország, ezt is nyugodtan ebből a körbe ki lehet mondani, gazdasági értelemben és államfejlődés tekintetében föltétlenül. Ott is egy nagyon jelentős hadipari kapacitás alakult ki, részint a orosz, részint a szovjet-orosz, részint pedig a német fenyegetésnek köszönhetően. Tehát egy sor helyzet volt, a háborús készülődés mindenütt áthatotta a gazdaságokat. Magyarország ez, mint tudjuk, elég későn csak a győri program meghirdetésekor vált jellemzővé. Na most azt lehet mondani ebben a tekintetben, hogy 100 év után van felzárkózási lehetőség, és az utóbbi 4-5 évnek a jelentős növekedése hozott sok mindent, és hát azt lehet mondani, hogy ezáltal az Európai Uniónak a 73%-án állunk átlagos fejlettségi számok alapján, Ausztriának pedig az 58%-án. Ha gonosz vagyok, akkor azt tudom mondani, hogy visszajutottunk a 100 év előtti állapothoz a relatív fejlettségi szintek alapján. Hozzá kell tenni, itt nálamnál komolyabb, nagyszerű történészek vannak, akik azért ezt pontosan tudják, hogy Magyarországnak akkor ez egy nagyon nagy lendületes fejlődése volt a monarchián belül, és hát nagyon sok minden olyanra voltunk képesek, amire korábban nem, kezdve a csatahajó építéstől és a hadseregfejlesztésen át, és a Budapestnek és a nagyvárosoknak és a vasútnak a fejlesztéséig. A első világháború között és a két világháború között nálunk a élelmiszeripar és a könnyűipar részedése volt túlsúlyos, manapság a feldolgozóipar ebben a meghatározó. Nagyon szeretném mondani, hogy ma Magyarország az Európai Unión belül egy erőteljesen iparosított országnak számít a maga jóval 20% fölötti ipari részesedésével, a nehézipari, a GDP belül részesedésével. Az államháztartás bevételeit is érdemes végig pillantani az első világháborútól a mostanig, és itt is azt a kis csendes, maliciózus megjegyzést lehet tenni, hogy a világháború előtt az államháztartás szerkezete, mivel felfelé mozgó ország voltunk, tehát egy emelkedő pályán lévő ország voltunk az akkori osztrák-magyar monarchián belül, és hát ebből adódóan a két világháború közti időszakban a rendkívüli bevételek és az átmeneti kiadások jelentek meg. Az egyenleg a háború időszakában vált negatívvá. Érdekesség erre én nem tudok önöknek magyarázat adni, hogy a 2017-18-as, ez a Vekerlei kormányhoz kötődő időszak is, itt van valami egyenleg javulás ebben a tekintetben, megint csak viszonylagosan. A külkereskedelmi forgalmunk az első világháború előtt kiemelkedő volt, aztán visszaesett, majd a maradék országrészben tulajdonképpen 28 környékére tér valamennyire magához. Na most hát 100 évvel később, ugye akkor is a német birodalomhoz való gravitációnak a kérdései kerültek elő. Hát kérem szépen, most a beáramló a működő tőke állománynak az aránya a GDP-höz, az a utódállamok tekintetében, és Lengyelországot is most ebbe a körbe szeretnénk kapcsolni. Ausztria az egy külön tétel, mert az gyakorlatilag a német gazdaságnak a részeként működik sok tekintetben, most tudom, leegyszerűsítés, de lehet mondani. Azt lehet mondani, hogy a német export súlya a
Lengyelországban az 28%, a GDP arányában a működő tőke 39%, a cseheknél 64% a működő tőke, 32% a német exportnak a súlya, német export súlya Szlovákiában 22%, 54% a működő tőke, tehát a német tulajdonú vállalkozások aránya, német export súlya pedig 27%. Magyarországon is 58%, közel 60% a Magyarországra áramló működő tőkében a német arány. Ebből lehet következtetni, hogy ezek az országok 100 év után bizonyos arányoknak a változásával is, de nagyon erőteljesen a német gazdasági övezethez gravitálnak. Az egymás közti külkereskedelmi arányok nem javultak ilyen arányban, van, aki nálunk ezeket jobban tudja, tehát az Európai Unión belül a visegrádi országok egymás közti kereskedelmi kapcsolataiban ez a dinamizmus és ez a mérték nincs jelen meg, tehát van mit ezen a téren, mint lehetőségként fejleszteni, és ez a utóbbi időben változott. Na most hát, hogy ez mennyire jelen van ez a 100 év történése és az átrendeződés és az országcsoport, hogy a német feldolgozóipari termelés a környező országokban és a környező országokban látható, hogy egy óriási visszautalás és visszalépés van a koronavírus járványnak köszönhetően, egy bizonyos visszakapaszkodás a nyárvégi német indexek, ami bizalmi index, üzleti indexek, stb. Abban bizonyos javítás volt, ez most az újabb roham, az nem biztos, hogy ezeket az adatokat örömtelivé teszi. Lényegileg mi a német gazdaságnak a dolgaival együtt mozgunk. Annyi csendes megjegyzésem van, hogy ebből az országcsoportból méretgazdaságossági, logisztikai, hídszerep szempontokból Lengyelország most is egy bizonyos mértékig jobban teljesít. A 2007-es, 2008-as válságban is ebből az országcsoportból messze Lengyelország volt, ahogy gyakorlatilag nem volt gazdasági visszaesés, és ma azt lehet mondani, hogy európai méretekben is tekintve Lengyelország középhatalomnak, messze középhatalomnak tekinthető. A járműgyártás is érdekes ebben a tekintetben. Itt is egy erőteljes Németország iránti együttmozgás van. Ezeknek az országoknak a tekintetében most a járműgyártásban Németország visszaesett. Ez egy nagyon érdekes dolog. Látható a feldolgozóipari termelésben is. És ugyanakkor meg relatíve ezek a kelet-európai országok részint nem csak munkaerő relatíve olcsósági, hanem a német kapacitásoknak a kihelyezése és a német felfogás, amiben a német gazdasági teljesítményeket nem az ország határokon belül értelmezik, hanem a világnak az egészében tudja Németország mérni, tehát nem a General Domestic Product az érdekes, hanem a GNI, a nemzeti összterméknek a mértéke. Ebből adódóan ne téveztem meg senkit, hogy Németországnak ez a vonulata lefelé mozog. A mostani ügyeknél a német gazdasági teljesítmények benne vannak a Trianonnal érintett országoknak a gazdasági, viszonylag javuló gazdasági teljesítmény. Egyszerűen a német termelésnek jelentős része ide van kihelyezve, amit látni kell, hogy így van. Egy érdekes az autóipari rész. A járműipar vonatkozásában egy két irányultság jelenik meg. Van egy úgynevezett kisantant és francia irányultság. Ez a francia autóiparhoz való kötődéseket jellemzi, és Olaszország kötődéseket jelenti. És hát van nagyon erőteljesen a német kötődésű járműgyártás, a Volkswagen csoportnak és a Mercedes csoportnak a jelenléte, ezek nagyságrendileg magasabb teljesítményekre képesek. Sajnos nincs mindenben 2019-es adat,
18-as adatok azért viszonylag frissek. Magyarországnak ebben a pozíciójában két teljesítményt érdemes megnézni, hogy Magyarországon a létszám növekedés az sokkal enyhébb, mint a teljesítménynek a felfutása. Ez azt jelenti, hogy bizonyos késéssel hozták be hozzánk ezeket a járműipari kapacitásokat Szlovákiához, Csehországhoz képest, viszont magasabb technológiai és robotizációs kisebb élő munkaigénnyel dolgozó üzemekről van szó. Hát a GDP növekedése Magyarországon és a környező európai országokban, hát itt azt szeretném önöknek fölhívni a tisztelt figyelmét, hogy ez az országcsoport tulajdonképpen a rendszerváltások után is egy nagyon-nagyon eltérő, rángatódzó pályán mozgó. Itt nem jól látható, hogy Lengyelország ebben a tekintetben azért inkább a felső régiókban mozgó pályán mozgott. És most tulajdonképpen az együttműködésnek a fokozódása és a visegrádi együttműködésnek és ennek az országcsoportnak a politikai-gazdasági közeledésének tulajdoníthatóan ebből adódóan gyakorlatilag egy nagyon erőteljesen együtt mozgó gazdasági pálya alakult ki. Ez tulajdonképpen egymás országában meginduló befektetések vonatkozásában is jelen van. Magyarországnak most a legfrissebb ugye a cseh repülőgépiparba való befektetésének a megjelenése. Magánbefektetők Magyarországon régóta jelen vannak Csehországból, Szlovákiából, Romániából is, tehát a határ nem föltétlenül elválaszt bennünket. Két olyan ábra van még, ami ehhez kapcsolódik a növekedési dinamikán vonatkozásában. 2020 első három hónapjáig a magyar növekedési dinamika legerősebb volt ebben az utódállamcsoportokban. Ez a bizonyos felzárkózási effektus, ez az utóbbi 5-6 évnek a teljesítménye volt. Ez most 2020-ban megtört, a második negyed évben. A gazdasági visszaesés az a barátságosabb számok szerint az 5% körüli, a hiány, ami ennél jóval nagyobbat ugrik, de azért, mert fenn akarjuk tartani a társadalmi programjainkat, és ebből adódóan így 3600 milliárdos hiányt fog az ország az év végére generálni, részint külső forrásokból, részint belső megtakarításokkal fedezve, és nem megtörve a társadalmi programokat. Ez egyébként ugyanez a törekvés Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban. Most a két déli országot nem mondanám, mert a fejlődés útja a jugoszláv utódállamokat tekintve teljesen más is ennél lejjebb van. A 2020-as adatok után különböző ábrákat lehetne vetíteni, V, U alakú, dupla V alakú ábrákat. Azt lehet mondani, hogy abban az esetben a 2019 végére, vagy 2021 végére a 2019-es teljesítmény elérik ezek az országok, akkor az Európai Unió átlagos növekedési szintjének a kétszeresét fognak teljesíteni, jóval gyengébb teljesítményen. A vállalati hitelfló is visszaesett, a lakossági hitelflónak az alakulása az valamennyire jobb. A harmadik negyedévet nem tudom, a harmadik negyedévnek a tendenciáin úton egyelőre a második negyedévre jobban hasonlítanak, bizonyos javulási tüneteket mutatva. Hát államháztartási szempontból ez látható ezekben az országokban, mindenütt egységesen egy nagyon erős hiánypozícióval fognak számolni, és egy erős gazdasági visszaeséssel, ami az európai átlagos visszaesésnél kevesebb és kedvező pozíciókat hoz. Tehát ez az országcsoport úgy tűnik, hogy relatíve erősebb pozícióba tud kijönni ebből a válságból, részint az együttműködésének és a kapcsolatai tartalékainak köszönhetően, részint pedig
annak tulajdonítható, hogy az országoknak az irányítási mechanizmusaiban több a nyugalom ebben a tekintetben az összes probléma ellenére. Ami elgondolkoztató és ami a cselekvésre késztet bennünket, kérem szépen ez a fejlettségi szint a GDP vásárlóerő paritása mért számokhoz mérte. 2004-ben Magyarországon a budapesti körzet volt egyedül, ami az európai átlag fölötti fejlett régióban minősült. Ausztriában Burgenland még az alatt volt. Most Ausztriának az összes régiója fölkerült, Budapest jelentősen fejlődött, de az is látható, hogy a magyar vidék fejlődése, ha összehasonlítjuk például a román fejlesztéssel, ami a határmenti területekre vonatkozik, vagy a szlovák fejlesztéssel, ha már utódállamokba gondolkozunk, vagy akár a szlovén vagy a horvát fejlődéssel, akkor a miénk lassabb. Tehát ezt egyértelműen látni kell, és hát hogyha vetítjük a diplomásoknak a számát is, akkor azt lehet mondani, hogy egy lényegesen lemaradt szinthöz képest Szlovákia egyértelműen a magyar átlag környékére följutott, és az is elgondolkoztató, hogy Budapestet leszámítva, tehát a főváros leszámítva, Pest megyének a fejlettsége, a diplomás ellátottsága az az országban az egyik legnagyobb. Ebben a tudás, hogy óriási törés van a főváros területén és a főváros körülbelül agglomerációnak a adatai között. Ha visszalépünk egy pillanatra erre az ábrára, látható, hogy 56%-on áll, alig fejlődött. Relatíve természetesen mindenki az Európai Unióban mozgott ezekben az években, a GDP vásárlóerő paritású mértéke növekedett. Miképpen alakult, még két ábrát vagy hármat vetítenék, a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodásnak a hozzáérlés az utóbbi évtizedekben. Hát jól látható, hogy Magyarország ebben inkább a felső régiójába tartózkodik ezeknek, tehát a Magyarországon még mindig dominánsan jelen van a mezőgazdaságnak a szerepe, és nyilvánvalóan, hogy az Európai Unió átlag az jóval 2% alatt van, Magyarországnak a számai azok 4-5% között húzódnak, vannak ilyennél szerényebb számok mutat, de ez a jellemző. Ipar vonatkozásában Magyarország ez a középmezőnyben helyezkedik el a GDP-hez. Ez egy meglepő szám, sokan azt hinnénk, hogy a GDP-hoz van a szolgáltatások járultak hozzá mindenütt a világon a legjobban és erre mérten. És hát köszönöm az intézményt.